Na most sem ezért a félre, de lehet nyomtatni. Itt az tintasugáras nyomtató van. És levágom ezt a ragasztott félét. Hozzá úgy, hogy ráragasztok egy ilyen A4-es lapon. Majdnem végigéri, de fogunk egy ilyen ragasztó stiftet. Bekenjük vele. Egész körbe. Na, próbáljuk szépen elsimogatni. És körbe vágni. Na most így néz ki a lapból a papírunk, és erre fogunk ugye fotót nyomtatni, azért, hogy tudjunk vele gyertyát díszíteni. Ezt berakom a tintasugáras nyomtatóba, ugye lényeg, hogy itt jól leragadjon, az a rész főleg, ahol beindul, beszívja a nyomtató, hogy véletlenül se gyűrje be. Tehát így megnézhetjük, hogy jól rajta van. Nincs más dolgunk, mint kinyomtatni rá egy fotót. Én ezt fogom kinyomtatni. Persze lehet egyszerre többet is. Tehát jobb gomb. Ha kiválasztottuk a fotókat, jobb gomb nyomtatás. Itt bejelöljük, hogy 4 legyen rajta. Ezt kiiktatjuk, hogy ne töltse ki a keretet. És akkor csak simán nyomtatás. Na most kész lett a kép, kinyomtattam zsírpapírra. Ugye ezt tintasugáras nyomtató alatt csinálva, lehet látni, hogy maga a kép az nem rossz, csak olyan szemcsés. Gondolom a sírpapír véget, mivel hogy ilyen, nem tudom milyen a felülete, az véget szemcsés lett a képünk. Tehát igazából nem lett annyira szép, és itt egy kicsit el is maszálódott. Talán fogni nem fog már, de azért elég maszás. Tehát igazából nem lett túl szép. Ugyanezt megcsináltam lézernyomtatóval is. Lehet látni, hogy teljesen tökéletes lett a kép, nagyon szép a minősége. Nem masszálódik. Tehát ezt nyugodtan használhatjuk majd gyertya díszítésre. Nagyon vékony ugye maga a papír réteg. Ki kell vágni a képet, és egyszerűen beleolvasszuk a gyertyával. Na most, de itt vannak a kinyomtatott képeink, amit zsírpapírra nyomtattunk. Hát én ezt a tintasugaras nyomtatóval nyomtatott képet, ezt nem fogom megcsinálni, mert nekem abszolút nem tetszik. Tehát ezzel nem fogok dekorálni. Úgyhogy ezt fogom használni, amit lézernyomtatóval nyomtattam ki. És ezzel fogjuk most a gyertyát feldíszíteni. Természetesen, ha nagymamának készítjük, akkor a unoka képét is felrakhatjuk. A szerelmünknek akkor meg amit szeretnénk. Mondjuk egy kedvenc fotónkat, valami szép emlékről.
Tehát akkor lesznek egy sütőpapírt, jó, sima is, de szilikonos, jó. De nekem itt van, már kivágtam, kivágjuk a képet, amit szeretnénk felrakni. Most a változatosság kedvéért, ezt most vasárba fogom felvinni. Ugye nem a tinta fog átragadni a gyertyánkra, hanem maga ez a sütő vagy zsírpapír fog beleolvadni. Tehát elhelyezzük úgy, hogy szép egyenes legyen, ahova szeretnénk. Elteszik a szilikonos sütőpapírt. Jól összefogjuk, és most a változatosság kedvéért vasalóval fogom csinálni. De mindig ugyanaz legyen. Látható, ilyen gyorsan olvad, és szépen. Miért, hogy jól szalítsuk rá a sütőpapírra, különben megfolyik a gyertyánk, és sücskös lesz. És ne hagyjuk rajta egy helyet túl sokáig. Akkor gőzöm hiányzik. Meg is volt, nem jól szorítottam el. Körülbelül még megkapírgálhatjuk, amíg még meleg a gyertyánk, fagyjuk. Azért nem szeretem annyira vasalod, mert nagyon gyorsan kell vele is ügyesen dolgozni. Különben így megfolyik a gyertyánk, és nem lesz olyan szép. Nagy lányom lemaradt a képről, mert ő nem tudta eljönni, önök irányban épp dolgozott. Új munkahelye volt, és nem kapott szabadságot. De ez egy szép emlék nekünk. Tehát így néz ki a gyertyánk, teljesen beleolvadt. Most ezt, ha valaki akarja, meg díszítheti, attól függően, hogy meg akarjuk gyújtani, vagy nem. Ugye, ha meggyújtjuk, akkor célszerű olyan dolgokkal díszíteni, ami nem túl gyúlékony. Lehet díszíteni gyertyafestőtollal, lehet díszíteni gyöngytollal, kontúrozóval, lehet tenni rá csipkét, ha akarjuk. Ugye kinek mi az ízlése? De ha meg szeretnénk gyújtani, akkor nagyon ne csicsázzuk túl, szerintem. Nagy zöngyvallába is. Szép. Tehát ennyi lenne. Akkor most láttátok, hogyan kell kinyomtatni, azt is láttátok, hogy kell feltenni a gyertyára, és ennyi a gyertyára való fotótranszfer, semmi több. Csak ennyi. Köszönöm, hogy velem voltatok, ha tetszett a videó, tartsatok el meg közelebb is. Sziasztok!